Tanárolóink körében kialakult egy elég negatív vélemény az osztályunkról, tehát a 12-e az úgymond egyik tanárunk szavával lélek az a nulladik osztály. És ezt szerettük volna úgymond megparodizálni azáltal, hogy olyan jelenetet hoztunk össze, hogy az egy kocsma jelenet, az egyik asztalnál ülnek a diákok, másik asztalnál a tanárok. Egymás nem veszik észre, ebből adódóan ilyen diákok vélekednek a tanárokról, tanárok a diákokról. Hagyjad vili a pénzeket! Ott a 10-es 12 áll, a föld 10-e, a pincében a helyi, de még ott is 10 szója nem látod. Nincsen már jó! Ez a kis úrok teszek egy több magát. Megálltott nekik a tudomány, a tanügy, megálltottak a diákok. Megmi is nekik, ne félj, megmi is nekik! Hogy te mondod ez, Sári? Vagyunk a digitálban, már élőbe adják a műsort, a tessék bejönni, haba! Amit mi most elő fogunk adni, az körülbelül arról szól, amit mi a 4 év alatt csináltunk, és eltemetjük most az emlékeket szó szerint. Böske! Szállj már le a színpadról, meg kell fejni a tehenet! Ne tisztelenkedjetek! Ez több témának az összetett vonulata. Benne van az osztály érzései, tehát azok, amik történtek mostanában velünk. Ilyesmik az iskolai élettel kapcsolatos dolgok, nem konkrétan. Vannak bizonyos mondatok, amik céloznak dolgokra, amik mutatnak dolgokat. Bukarestban küzdetlenül.
különböző jelképek segítségével megpróbáltuk érzékeltetni azt, hogy milyen volt számunkra, mármint a 12. osztálynak az a bizonyos 4 év, amit a Tamási Áron gimnáziumban töltöttünk. Megpróbáltuk jelképezni azt, hogy hogyan viszonyultunk mi dolgokhoz, hogyan viszonyultak a tanárok dolgokhoz. Megpróbáltuk elkerülni a személyeskedéseket és a teljesen nyílt célzásokat, amelyek sértőek lettek volna a tanárokkal szemben. Ez egy show lesz, és különböző, tehát érdekes személyiségeket mutatunk be, mint például öreg hölgyet, aki nyert a kapálási olimpián, Oroszországból jósnőt, aki megjósolja, hogy az érettségi mindenki el fog vérezni. Lesz egy tánc is, és az egész végül is Friderikusznak a parafrazálása, tehát a Friderikus show parafrazálása. Akkor végül is hogyan nyert itt meg a verseny Mariska néni? Erről meséljen nekünk valamit. Hát, én is lelköm. Először is írtam Amerikába a fiamnak. Küldjön nekem érted, de én kapára egy kilométer óra, és a sebességváltó. Hát jó lesz, Fészi, ugye? Hát igen, világra, mint ön, fantasztikus, egyszerűen. Na, meséljen tovább, kedves Mariska néni. Na, lelköm, ott érted, de jó. Somogy oldalnál, kérlek szépen. Ott van egy szélös török pálya. No. Én ott beállék a startvonalba, spitzelre indultuk majd 20-on. Az Autostop MS zenekar 1982. február 2-án alakult meg Marosvásárhelyen 15-16 éves diákokból. Dán Péter, az együttes énekese és gitárosa így emlékszik arra az időszakra. Valami kellett volna történni ebbe a városba. És akkor mi történt? Csinálják egy együttest. Milyen neve legyen ennek az együttesnek? Ahogy mondtam, pont egyik újságban is megjelent az, hogy választottunk az ABC között és az Autostop között. ABC nem lehetett, mi azt gondoltam, hogy ABC tulajdonos sohasem nem leszek. Érted, csak akkor így maradt az Autostop, mivel biztosabb, hogy Autostopban többet fogunk utazni, tehát mint hogy legyen ABC. A zenekar a 80-as évek elején úgynevezett melodikus hard rock zenét játszott, és koncertjeiken az akkori divatnak megfelelően extrém öltözetükkel hívták fel magukra a figyelmet. Öltözet volt nagyon fontos, tehát az első években mi voltunk az első, hogy sportosan, tehát az megjelenés nagyon fontos. Le egyik fontos részét mondjuk a Judas Priestnak jellemző volt annak. Tehát sportosan is. A csöves világban, a szegecsek, kemények voltunk. Na, meg mi történt? Tehát tűzi játékunk volt, akkor pont találtam ki egy ilyen kémiai vegyszert, amivel tüzet tudtunk csinálni, meg lángot. Meg... Sokszor majdnem felgyúltunk. Igen. Fűsnek minden, meg fény. Ilyen porokból meg. Sőt, próba helyeken még mozgást is csináltunk. Tehát ezt gyakoroltuk a zene mellett. És emiatt... Kidolgozott színpadi mozgást. Látványosak voltunk, tehát szerettek bennünket. Meg nem mesélve, ezt a beagoltam a közönséget. Akkor valami újnak tűnt. Melyek voltak azok az angol száz vagy magyar zenekarok, akiket túl követtetek? Nagyon próbáltunk nem követni senkit. Mi... De rá, jellemző volt ránk. Jellemző volt ránk, hogy nagyon nem, úgymondva nem nyaltunk számokat. És próbáltunk a saját zenénkkel
betörni. Hasonlítottak az Eddához sokan. Ah, igen, ez jelent meg abban a kampuszban, pont amit nemrég néztünk együtt, hogy igen, az autostop az erdélyi Edda. Igen, de ez annak is tulajdonítható, hogy kb. Olyan felállásban voltunk, mint az Edda, tehát billentyű, két gitár összjátékok, orgona billentyű összjátékok, és Edda tényleg mint stílus hasonlítható. Tehát mi volt inkább? Az, hogy 80-as évek, 81-82-ben mondjuk az Edda volt igaz, aki Magyarországon is egyik legismertebb együttes volt. És akkor mondjuk, mivel román együttes nem volt nagyon honnan hallgass, nem is érdekelt annyira, inkább a határon túli együtteseket, mi volt hozzánk közele Magyarország. Hát onnan jött mondjuk a Hobo, az LGT. Kidolgozott refrénkórusok, jó hangszeres játékok, tehát ezzel lehet egy kicsit, hogy Eddás lehet. Volt, mert mondjuk ők is ezt tényleg ezt csinálták. Nincs stílus. Rokkosabb, melodikusabb zenét játszottak. Szövegeitekre mi volt jellem? Szövegek, közös szövegek voltak végül is. Többnyire úgy íródott egy szöveg, hogy valaki bejött egy ötlettel, és közösen mindenki hozzátett valamit, és így születtek meg, és ezért nagyon sokféle témát érintettünk meg, tehát kezdve szerelmi szövegtől, ami azért elég ritka, nem igazán jellemző, egészen vallásos témákat is érint a szöveg. Az Autóstop MS zenekar szövegei, zenéje és színpadi megjelenése pozitívan hatott a közönségre. Az akkori hatalom emberei viszont nem nézték jó szemmel a magyarul éneklő és rockzenét játszó együttest. A szövegőket sértette, tehát hogy mint csoda, mint kultúrbogaraknak neveztük el őket, tehát ez volt, mert csináltak egész nap, csak vittünk egy számot, és fel a számot, amikor onnan csak már nehézen jött ki belőle, mert a többi részszöveget hát mille törölték. Elmentünk Bukarestbe egy adott szöveggel, tehát keményebben, kétértelművel, és mire kijött a szallagon, már édes nagyon volt, már szerelmes volt, már minden jól mutatott benne, de így lehetett kiadni. Tehát ezt megjártuk Bukarestbe Kerestés Zsolttal, a stúdióval. Hogyan cenzúráztak akkor? Akkor egyszerűen nem engedtek, hogy fellépjél. Vagy ha igen sok magyar számot játszottunk, kihúztak egyenesen a konnektor. Igen, ez és akkor következett sötétségbe a dobszóló. Ez volt tényleg vásárhelyen azon a koncerten. A 89-e pont a forradalom előtt volt, igaz? Azt hiszem szeptemberi hónapokban volt, ha már jól emlékszem. Igen, sokkal tényleg a magyar szám. Igen. Kiúztak egyenesen. Nem, csak... meggyúltak a tűz micsodák is, tehát volt ilyen hatalmas ilyen láng, meg ilyen füstjött, nem tudom mi. És mindjárt az volt az első, hogy kiúzták a konnektor, és jöttek a tűzoltók. Nem tudom, ha te emlékszel arra. Akkor mit tűzoltók? Villanyt elvettek, meg mindent, meg vége a koncertnek bejött a párt fiú, és azt mondta, hogy itt vége így hadonászott a kezdőre, pont mind a múltkori. De az akkor a szólogitárosunk akkor pont a bátyja volt Árpinak, Béla, Nagy Béla. Az eredeti felállásból ma már csak Dán Péter maradt. Szőcs János csak 1986-ban lett az együttes tagja. Egy stabil banda majdnem 86-ig így volt. Tehát ezért volt ez, hogy elég 86-ig. Hát akkor jött, mert 86-ban jöttél el. Tehát 86-ig nem történt, 82-től semmi. Ez valami volt, hogy egy ilyen longevitást el tudtunk érni. Zenekar. Attól a fogadalomig megint egy másik stabil volt. Igen, megint volt egy Nagy stabil. Nagy Bélával, Mészáros Leventével. Józsi László. És Józsi Lati is mi jött ön. A 80-as években egy eléggé nagy rajongó táborotok volt, azért nem csak Vásárhelyen, hanem egész Erdélyben, még Székelyvárhelyen is. Ez tényleg az udvarhelyi közönséget nagyon szeret. Ez akár, hogy lehet. Gondolom a 30 korbeliek, tehát akik 30 évesek, mert 35, tehát a mi generációnkat biztosan visszaemlékszik arra, hogy... Igen, de azt is figyelembe, bocsánat, azt is figyelembe kell venni, hogy azok, akik annak idején 15-20 évesek voltak, igaz, a koncerteinken voltak, azok már 30 évesek, persze, mi. És mindenki megnősünk, férhez ment, már család, már egy előadásra eljön valami, de már azokról a 30 éven felüli családos emberekről már kimaradnak szép lassan. Nagy Árpád csak ezután lépett be az akkor már nagyon népszerű rockzenekarba. Én úgy kerültem oda, hogy a testvérem kikerült onnan. Tehát a testvérem kiment végleg Magyarországra, és keresték a megfelelő utódot. És ott voltam én, aki már nagyjából tudtam az összes dalukat, mert... Hozzávetődött.
Hozzávetőlegesen tudtam, és családban maradt így. 1990 után a zenekar stílusa nem, de koncertjeinek helyszínei kissé megváltoznak. Többet mertünk, csak nem volt pénz. Ez ott a másik volt probléma. Egy változás, kicsit pénzügyi szempontból már gondolkozott az ember, egy kissé bevonulunk vendéglőbe, onnan jön a pénz. Még a színpadi fellépés nem volt megfizetve, akkor az előtt sem. És a... Mi az 75 előtt... lejjel mit tudtad csinálni? 100 lejjel? Bedobtam két cső. Egy az egész. Megtöltötted a benzintartányodat a kocsát. A pénzügyi viszonyok miatt egy kicsit visszahúzottunk. Vendéglőben pénzkeresés, tehát hangszerekre szükség volt, senki nem segített, soha egy szponzorunk nem volt. Sosem, tehát a hangszereket mind jobbat, jobbat kell tartani a lépést a színvonallal, és akkor egy kicsit a színpadról visszavonultunk. De mindenhova, tehát több helyre hívnak, ilyen szempontból, ilyen-olyan megnyilvánulásokon, színházzal kollaboráló, amator hogy... színi társulata, a Vásárhelyi Hahótával például, aki udvarhelyen is volt fellépésünk. Színház, ilyen előadás, fotókiállítástól kezdve, minden ahol, ahova meghívnak, mindenhol igyekszünk eleget tenni a meghívásnak. Most már áttértünk egy kicsit más témára, tehát tulajdonképpen ezt úgy hívják, hogy vendéglátózás, ezt az ilyesfajta zenélés, mert vendéglőkben is zenéltek, meg más. Nem muszáj, de neked igen, de nekem nem. Persze, szívesebben, sokszor nagyon hiányzik a színpad, tehát ez nem lehet pénzzel megfizetni ez a színpad, de ebből nem lehetett még megélni. Még reméljük, hogy nem vesztettük el az utolsó vonatot. Úgy tudom, hogy 93-tól 94-ig még Marokkóban is zenéltetek egy évet, ott is vendéglátó. Ez volt tényleg az életünk egyik legszebb része eddig, legalábbis úgy az a pár hónap, amit ott zenéltük le. Élmények, meg Marrakesh, Casablancát, amit mondjuk nem minden ember láthat meg. Tehát ez már kimondottan egy élmény volt nekünk számunkra. Megismerkedtünk több zenésszel, tehát amerikaiakkal, meg spanyolokkal, franciák, aki egy ilyen tapasztalat csere alapján evel visszajöve mi meg tudtuk csinálni. Tehát azt, hogy próbáljunk egy másfajta zenét játszani, tehát ezt a vendéglátói zenét megismerve. Magasabb színvonalon. Tehát a stílusotok is megváltozott, akkor értsem úgy. Nem, tehát nem, színpadi stílus nem. A 90-es évek elején a Román Televízió magyar nyelvű műsora videoklippeket is készít a Vásárhelyi zenekarról. Még voltunk az út megnyitó. Gondoltuk akkor, hogy nagy segítségünk lesz, meg fog segíteni mindenki, és akkor megcsináltuk ezt a három videoklipot. Igen, ha nem akarunk, az úgyé meg a játszott érkőikei. Ezek voltak meg ugyanazon a... Hát, igaz, csináltunk a románoknak is, tehát a Román TV-nek is csináltunk egy pár videoklipet. És akkor így, persze, akkor nem volt egy ilyen elképzelésű videoklip, tehát ha nem akarunk, azt látható, hogy tehát mind a szöveg is, amit mutat, egy olyan börtönbe zárt emberek meg... A régi forradalmároknak volt ez csinálva ez a szám. Tehát meg a játszótérnek nem sikerült végül is klip legyen. A játszótér az inkább a saját gyermekkorunkról, tehát azt akartuk volna jelképezni vele, tehát ilyen kimondottan a játszótér, amit roncsokban voltak annak idején. Téve, nem létezett, tehát nem létezik a gyermekeknek igazi játszótér. Amelyben ez azért volt. Jelképes, hogy a zenész élete nehéz. Autostop MS a 90-es évek elején Magyarországon is turnézott, az akkor még kis klubokban játszó Kis Pál és a Borz zenekarral. Ott ismert meg a klub zenét inkább, mert mondjuk nálunk még hozzá, meg elég későre jut el a klub zene, tehát most se létezik igazán mondva. Mondjuk Bukarestben hallottam tényleg, hogy ott Zsolt is járt. Na, megint komolyabb a klub zene, tehát Bukarest felé inkább jobban. Mondjuk a 91-es években akkor Romániában abszolút azt hiszem nem létezett klubzene, igaz? Tehát, és akkor így megismertük, tehát mi az a klubzene. Tehát nem az, hogy 10 000 vagy 6 000 ember előtt zenész, hanem kimondtam 100 vagy 200 ember
ember előtt zenész, tehát akik kimondottan a te zenédért jönnek, meg azt akarják hallgatni. Abból a zenéből, amit most csináltok, tehát nem színpadon játszottok általában, és nem saját autóstop dalokat adtok elő, mint például ma este is. Hogy lehet ebből megélni? Hát... Nem maradtunk el a színpadtól. Meg, végülis meg lehet élni belőle, tehát hazudnék, azt mondanám, hogy nem lehet megélni belőle. Mert az ember mindig... Tehát többet költ el egy ilyen helyen, tehát általában az emberek bemennek a vendéglőbe, rendelnek ezt, azt valamit. Szórakozási lehetőség is nagyobb, mint az, hogy elmenjenek koncertre, ahol csak egy bizonyos stílus képvisel. Tehát így eljön egy ilyen helyre, ahol hallgathat örökzöld dalokat, mint például Frank Sinatra, vagy ugyanakkor lehet, még Guns N' Roses-t is lehet játszani vendéglőbe. Tehát több ember eljön, és több pénz rejlik ebben. Zsolti kiegészítő zenész, hogy mondjam így, tehát a régi autóstopnak se... Köszönöm. De hogyan kerültél kapcsolatba az autóstop zenekarról, és milyen velük játszott? Bocsánat, hogy közbeszokt. Már gyerekkori barátok vagyunk. Így együtt úgy, és hogy... mondd el közben. Na, amit elmondom, én nem akarja elmondani. Nem akarja elmondani. De elmondjuk, hogy tudjunk. Szerény, nem az, de tényleg szerény. Tehát mi történt? Mondjuk annak idején a Reflexbe játszott, mikor nagyon nagy riválisak voltunk. Most nem. A Reflex az egy másik vásárhelyi együttes. Igen, mi keményen. Az a Reflex meg az autóstop az két külön tábora volt. Tudorosok, és mi mindenhonnan. De most én is a Tudorban lakok, úgyhogy nincs van. Na, tehát mi történt? Ő volt a dobossal? Ő volt annak idején a dobossal Reflexnek, aztán még kollaboráltunk, meg összejött, meg aztán ő is, mondom, evel a Láza level, a forradalomi Láz után kiment Magyarországra, ahol ő úgysem mondaná el, tehát jazz konzit végzett. Úgyhogy ha ránéz, nem néz ki belőle rá, hogy jazzdobos. Azért kell, mondjuk, mert ő nem mondaná. Ő nem mondaná el. Milliómos jazzdobos. Hazatért Magasvásárhelyre, igaz? Tanár a Népművészeti Iskolába perkuciót szakott tanít. A Népművészeti Iskolába alkalmazottja a Magasvásárhelyi Nagy Színháznak, Nemzeti Színháznak. És jó pénzért autós... mindent megcsinálunk együtt, ez így van. Ahogy elhangzott, az autóstop MS zenekar egyre inkább vendéglőkben, bálokban játszik. A romániai magyar rockzenére sajnos jellemző, hogy a zenészek nem tudnak megélni abból a zenéből, amit szeretnek. Minden a pénz körül forog minden, sajnos ez a, tehát ott, mit mondjak, mi például, most már nem fogom eladni se lakásomat, se kocsimat, se senki, ő se nem adja el ahhoz, hogy tehát csináljunk egy lemezt. Hová meg tudnánk csinálni, mondjuk ebből a vendéglátói... A szponzorok nem tolakodnak, a szponzorok mondjuk, tehát ez, de ez mindenkinek megvan. Akkor próbáljuk megkapni a... Nem, mi mondjuk meg tudnánk csinálni, ha nagyon össze akarnánk, tehát tudnánk egy anyagra, meg lenne mondjuk a szám, s átdolgozva, kicsit meg tudnánk csinálni, de miért? Tehát miért kötsem én a pénzemet arra, hogy csak legyen egy emlékem, vagy legyen valami. Tehát így, mikor meg vagyunk hívva, inkább elmegyünk szívesen, összeülünk, próbálunk meg felvételeket is csinálni. Most azt akarnám, amit mondtam neked, hogy a régi számokat, tehát ami van, és még kicsit belenézve egyes-kettőbe, kicsit új hangszínekkel telve, tehát így komputerről bevenni is egy CD-t megcsinálni. Ez a mi kedvünkért. Aztán majd meglássuk, hogy ki lesz-e dobva, nem lesz-e kidobva a piacra.